A terület és településfejlesztési operatív program közösségfejlesztési fejezetében nyújtott be pályázatot Tolna a civil házak felújítására és játszóterek létesítésére. Összesen nyertünk erre 250 millió forintot. Ezen belül kellett, vagy lehetőség volt úgynevezett erfás beruházások pályázatok benyújtására, és ezután jönnek majd a soft pályázatok, de a beruházásos pályázatainkat elfogadták, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nyújtott be pályázatot a tolnai civilház felújítására és kettő játszótér építésére, és a Tolnai Kulturális Központ pedig a Mözsi civilháznak a felújítására, és mind a kettőről megérkezett a támogatói okirat. Ez azt jelenti, hogy mivel az önkormányzatnál kicsit előre dolgoztunk, és a feltételesen már kiválasztottuk a kivitelezőt, tehát gyakorlatilag szerződést tudunk kötni a kivitelezővel, és hamarosan maga a beruházás is el fog tudni kezdődni. Tolnai civilház, ami jelenleg civilház, ez gyakorlatilag a kolostor épülethez tartozó épületben van, és az óvodások is jelezték, hogy részben szükségük van az épületben lévő helyre, részben pedig nem túl szerencsés az, hogy az óvoda udvaron keresztül tudják a civilek azt az épületet megközelíteni. Tehát korábban felmerült már annak a lehetősége, hogy valahova máshova kéne ezt a civilházi funkciót egy másik épületbe áttelepíteni. És megkérdeztük a civil egyesületeket még korábban a pályázat benyújtása előtt, hogy mit szólnak ahhoz. És örömmel vették, hogy gyakorlatilag egy teljesen önálló épületbe tudnak ezután összejönni. Ez azt jelenti, hogy a mostani Martinek házba, ami nyilván a kiállítást ugyanúgy magába fogja foglalni, ennek a felújítása fog megtörténni, és ez a civilházi funkció oda fog átkerülni. Tehát ez gyakorlatilag az épület első részének a felújítása, és a hátsó résznek, ami már nagyon romos, és gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy akár életveszélyes, ennek a teljes körű lebontása, és egy ilyen udvari, féltetős, kiülős helynek a kialakítása, főzőhelynek a kialakítása fog megtörténni. Nyilván korszerűsíteni fogjuk a vizes blokkot, nyilászárót fogunk cserélni, tehát nyilván azt a funkciót fogjuk ott kialakítani, amire civilházként is majd tudják használni az egyesületek. A Mözsi civilház is ugyan 2006-ban felújításra került, de úgy tűnik, hogy az a felújítás, ugye tudjuk azt, hogy egy idős épületnél nem elég csak egy kicsit külső homlokzaton meg a nyilászárókon javítani, hanem egy komolyabb beruházásra van szükség, most ez fog megtörténni. Tehát gyakorlatilag az az épület is teljesen meg fog újulni, és most jelen pillanatban a civil egyesületek működnek ugyanott, de a német sváb szoba is ott kapott helyet. Tehát nyilván ez a funkció marad, és kaptunk néhány évvel ezelőtt egy hagyatékot, ami a Mösközség történetét író Varga András hagyatéka. Ez azt jelenti, hogy rengeteg könyv, tanulmány van a tulajdonunkban, ami jelen pillanatban raktározás alatt van, mert nem tudtuk hova tenni, és ott kerül elhelyezésre majd ez is. Én azt remélem, hogy a mözsiek ugyan már a könyvet kiadták, és Mösközség történetét már olvashatják, de ez így mégiscsak érdekes lesz, hogyha ezekbe az iratokba betekinthetnek. Korábban nem csak Tolnán, máshol is problémát okozott, hogy a pályázatok benyújtásának idejéhez képest annyira elhúzódott a döntés meghozatala, hogy az alatt az építőanyag árak jelentősen drágultak. Ez a városnak több tízmilliós plusz kiadást jelentett. A mostani beruházásoknál ilyen eshetőséggel nem számolnak. A korábbi pályázatainknál a nagy probléma az volt, hogy valamikor beadtuk a pályázatot, és a támogatói döntés nagyon későn született meg a pályázat megírásától. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag a pályázat megírásában foglalt határidőket tudjuk tartani. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezőt, mivel már kiválasztottuk, és a becsült érték, amire a pályázatot benyújtottuk, ez találkozik egymással, tehát gyakorlatilag arra az összegre kaptunk ajánlatot, amelyre a tervező beárazta gyakorlatilag ezeknek az épületeknek a felújítását. Ugye azt nem tudjuk, mert hogy öreg épületekről van szó, hogy esetleg valami olyan előre nem látott
probléma felmerül-e, amire nem tudott készülni a tervező, de én arra számítok, hogy tudjuk tartani ezeket a költségeket. A Dunapart felújításával egy valóban modern 21. századi játszótere már lett Tolnának, de ennél többet szeretnének, ezért a Vásártéren és Mözsön is épül új játszótér. Néhány évvel ezelőtt, 2015-ben a Magház és a Tolnai Kulturális Központ, tehát a Lovarda között ugyan egy kisebb játszótér megépítésre került, de teljesen igazuk volt a szülőknek, tényleg hiány volt játszótérben. Most nagyon népszerű az a játszótér, ami a Dunaparton került kialakításra. Rengetegen látogatják ezt a játszóteret minden délután, hétvégenként főleg, és nem csak tolnaiak, hanem a környező településekről is nagyon sokan jönnek ide. De nekünk nem csak az a fontos, hogy a dunapartiak, hanem a lehetőség szerint a város minden területén legyenek olyan játszóterek, amit az ott lakók tudnak használni. Úgyhogy a Mözsi Dobótéren, ahol korábban is volt játszótér, ott kerül egy játszótér megépítésre, illetve a Vásártéren, ami gyakorlatilag most is játszótérként funkcionál, van egy kis terület, és ott is lesz egy játszótér, nem akkorák, mint a Dunaparton, hiszen a terek adottsága ezt nem is teszi lehetővé, hanem két nagyon szép játszótér kerül majd megépítésre, amit remélem, hogy a tolnaiak, mözsiek örömmel fognak használni. Akár már két ilyen kis rugós játék is, akár több millió forintba kerül. Tehát az, hogy akár egy ilyen vár, amin csúszda van, kis felmászó, kis tető, kis bújócskázási lehetőség, itt már több 10 millió forintról beszélünk. Tehát mind a két játszótér nagyon komoly összegű beruházás egyébként, amit önerőből nem tudtunk volna megvalósítani. Tehát ez a pályázat, ez éppen arra ad lehetőséget, ez az úgynevezett CLLD pályázat, hogy közösségi tereket alakítsunk ki, és ezeken a tereken valósítsuk majd meg azokat a programokat, amik a pályázat második felében kerülnek majd megvalósításra. Mi azt gondoltuk, hogy a két civilházi funkció és a két játszótér az éppen megfelelő közösségi tér lesz, hogy ezeket a programokat ott meg tudják valósítani, mindamellett pedig óriási szükség van az épületek felújítására is, és a játszóterek építésére is. Mind a négy beruházás még idén megvalósul, a pályázaton belül pályázhattak és pályázhatnak is még a civil szervezetek, mint egy 80 millió forintnyi támogatásra, melyből programokat lehet megvalósítani, viszont arra kell készülniük, hogy nagyon nehéz lesz megfelelni a feltételeknek. Akkor, amikor mi ezt a pályázatot benyújtottuk, akkor nagyon boldogok voltunk, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a civil egyesületeket is nagyobb összeggel, és az ő rendezvényeiket, programjaikat is nagyobb összeggel tudjuk támogatni. Ma, amikor a pályázatok, gyakorlatilag ezek a pályázatok kiírásra kerültek, és nem azért kerültek ilyen nagyon szigorú felhívások írásra, mert mi szigorúak vagyunk, hanem azért, mert az irányító hatóság gyakorlatilag iránymutatást adott arra, hogy ezek milyen pályázatok lesznek. Most azt látom, hogy nem lesz széleskörű azoknak a civil szervezeteknek a száma, akik erre pályázatot tudnak benyújtani, de én bízom abban, hogy lesz néhány olyan civil egyesület a városban, és értem ez alatt a Tolnai Kulturális Központot is, akik a kulturális programokra fognak pályázatot benyújtani, akiknek van pályázat megvalósításban, pályázat írásban gyakorlatuk, és én bízom abban, hogy ki tudjuk használni azt a mintegy 80 millió forintot is, ami egyébként önmagában egy hatalmas összeg ilyen programokra, de ki tudjuk használni, remélem, ezt a lehetőséget is. Gyakorlatilag március 14-e ezeknek a pályázatoknak a beadási határideje, ez az első fordulónak a beadási határideje, és még a nyáron lesz majd egy értékelési határnak, tehát akkor majd meglátjuk, hogy mekkora összeg marad, és nyilván segítséget nyújtunk mi a civil egyesületeknek, de arra sajnos nincs mód, hogy mi írjuk meg a pályázataikat, mi valósítsuk meg, és aztán mi is számoljunk el vele. Tehát az a klasszikus civil egyesület, ami a nagycsaládosok, nyugdíjasok, bélyeggyűjtők, akik igaziból, tagdíjakból, adományokból tartják fent magukat, én azt gondolom, hogy nem fognak pályázni ezekre a pályázatokra, de még egyszer hangsúlyozom, mi kerestünk olyan lehetőség szerint olyan pályázókat, akik ezeket a programokat meg fogják tudni valósítani, és ebben a pályázati rendszerben van gyakorlatuk.